Zajlik a balatoni vasútvonal fejlesztése. Első ütemben Szabadbattyán és Balatonfüred között építik ki a villamosítást. A fejlesztés során állomásokat is megújítanak. Alsősen akadálymentesített peront, korszerű utas tájékoztató rendszert és energiatakarékos világítást építenek ki. A tervek szerint 2021 nyarára készülnek el a kivitelezők a munkálatokkal, addig vonatpótló autóbuszok járnak az érintett szakaszon. Van néhány olyan vasútállomás, amelyiken teljesen átalakítják a pályaszerkezetet is. Itt nálunk felszedik az összes vágányt, és új vágányok lesznek kiépítve peronnal, tehát egy nagyon korszerű, kényelmes, a lakosságnak, a vendégeinknek korszerű megoldás fog létrejönni. Illetve ahol a déli oldalon felszabadul a két vágány, az üzemi területen kívül fog esni egy óriási terület. Erre megkezdtük az előkészületeket, hogy közösségi tulajdonban az államtól szeretnénk ezt igényelni, és ott parkírozási és egyéb közösségi funkciót teremteni. Ebben a beruházásban nincsen benn a vasút állomás épületének és a környezetének a megújulása, parkok, parkolók, de a tervezése zajlik. Én bízok benne, hogy belátható időn belül az is bekövetkezik, és akkor teljesen egy új vasútállomás, tehát a vasúti területek és az ingatlanok, épületek is teljesen megújulhatnak. Mindezen fejlesztések nagyon fontosak a falu számára, hiszen sok alsóörsi lakos, nyaraló tulajdonos, a községbe látogató ember használja a vasúti közlekedést, és nem mindegy, hogy milyen körülmények között utazhatnak. A község előjárója nagyon örül ennek a jelentős fejlesztésnek. Várja már a jövő nyarat, amikor egy teljesen megújult pályán közlekednek majd a vonatok.